A juhász népzenei táborba Vajdaság több településéről is érkeztek tanulni vágyó leendő népzenészek. Károlyi Egon már többször részt vett a táborban, Óbecséről érkezett. Különben is járok néptáncra, és van zenekarunk is, és a felkészítőnk ajánlotta, hogy ezektől a külföldi zenészektől sokat lehet tanulni, és én erre is szeretnék tovább menni. A tanítást a helyi tanárok mellett két napig vendégoktatók tartják, akik a Hagyományok Háza hálózatának köszönhetően vehetnek részt a táborban. Dulai Zoltán Budapestről érkezett és 6 diákot oktat jelenleg. A kitűzött cél nyilván nem az, hogy itt tanuljanak meghegedülni, mindenki egy bizonyos alapfokú tudással, illetve egy megalapozott tudással érkezett, ahogy látom az én tanítványom mindenképpen. Itt inkább az lehet a cél, hogy valamely tájegység zenéjébe jobban belemélyedjenek, mint ahogy mondjuk a zeneiskolában tennék ezt. A gyerekek kezdő és haladó kategóriában dolgoznak hegedűn, brácsán és nagybőgőn. A kezdő zenészek rába közi, a haladók pedig kalotaszegi és galgamenti dallamokat sajátíthatnak el. Juhász Gábor, a tábor vezetője szerint az ilyen táboroknak kulcsfontosságú szerepe van a következő generáció kinevelésében. Azt gondolom, hogy ezek a táborok nagyon fontosak olyan szempontból, hogy a gyerekek együtt tudjanak muzsikálni, megismerjék egymást, különböző településekről érkeztek, és itt alkalmi zenekarokká is össze tudnak alakulni. És ezeknek az ilyen együttléteknek köszönhetően több zenekar is már megalakult itt Vajdaságban, akik már valamilyen szinten működnek, tehát rájuk lehet bízni egy-egy táncházat, vagy egy-egy kisebb tánccsoportnak kíséretét. A Juhász Népzenei Tábor a Halmos Béla program és a Szekeres László Alapítvány támogatásával jöhetett létre.